Itt vagyunk a második leosztásnál, kísértetiesen hasonló lap az előző, az különbség, hogy most pozícióban vagyunk, és emelést fogunk tartani vele, és itt van egy, ők ugye a vakok a balomon, jobbomon van egy limp, aztán egy emelés, mi vagyunk a osztó pozícióban, megadjuk, és ugye ezt mindenki megadja, hát ugye ez nem ritka azért itt ongimen, az ötös mondjuk ritka, de négyen gyakran, ötből négyen, hárman nézünk flopot, ugye innentől kezdve nagyon nem lehet túl magas kontbetet sem föntartani, és a Ventus Showdown sem, igazából a stillek is halottak, a Ventus Showdown is gyakorlatilag szinte lehetetlen magasra vinni, nem is kell ilyen kis tétű Omahánál, de nem is ez a lényeg, igazából öten néztük meg a flopon, 10-15, ami ugye nagyon jó, van egy tízesünk, van egy passz, illetve körpassz, egészen hozzánk passzolnak, természetesen ezt megnyitjuk. Egyrészt ugye a flush-től védjük a lapunkat, igazából további akciót olyan nagyon nem szeretnénk, mert ha itt bárki megad, akkor biztos, hogy verve vagyunk. Miért? Azért, mert gyenge kikerű tízesünk van, igazából szinte lehetetlen elképzelni, hogy valakinek a 9-esnél az összes lapja kisebb legyen, tehát 10, valami, és mind kisebb, mint a 9-es, úgyhogy ha valakinél 10-es van, akkor szinte biztos, hogy verve vagyunk. A fullosodási esélyünk a 2-6-os miatt ugye nagyon radikálisan csökken, hiszen ha két különböző kártya lenne itt, akkor az további 6 out lenne a fullra, így a 2-6-os összesen ad még 2-6-ost a full esélyre, és hát a 3-9-es ugye, ami fullt adhat, és ezek pici kártyák, tehát kikernek sem jók, azon kívül ugye nagyon könnyen lehet 5 fős potban kint az 5-5. Ez nem paranoia, ez egész egyszerűen Omaha-ba ez a 10-15 ezzel a lappal, ami a kezünkben van, egyszerűen rossz. Azt szeretnénk, hogy eldobják. Ha valaki megadja, akkor biztos, hogy verve vagyunk. Egyrészt a flush-től védjük meg, talán ilyenkor, hogyha passzolunk, és érkezik egy nagyobb kártya, akkor megblöffölhetnek egy királyt, hogyha érkezik mondjuk egy király, de nem érdemes, igazából szeretnénk elvinni. Ritka esetben valaki kifogja aztán egy pozíción kívül lekol, utána törnön belenyit, hogyha nem hiszi el, hogy tízesünk van, mert mondjuk csak pozícióban nyitottunk, de 50-en azért nem ilyen rafináltak, még itt nyugodtan hihetjük azt, hogyha valaki tart, akkor verve leszünk. Úgyhogy hát, hogyha most azt nézzük, igazából csak azért nyitunk egyrészt, hogy ne javuljanak le a végig, de ha megadást kapunk, tehát azt nem szeretnénk, hogy egy gyengébb lap megadja, csak valószínűtlen. Egy mondjuk szeretnénk egy flush húzótól egy tartást, ami törnön eldobja, de ezek már nagyon-nagyon sci-fibe illő lenne, hiszen annyira azért nem gyengék, hogy egy ászos flösssel tartsanak. Mondjuk, de van olyan játékos, aki ászos flush draw-val tart, aztán törnön eldobja, még csak nem is betolja. Minden esetre itt kaptunk egy tartást a nagyvaktól, mindenki más dobott, így van, és lejött a turn, ász ugye nagyon rossz, két flush draw alakult ki, és nagyon könnyen lehet a tízes mellé bárkinek ász, főleg nagyvakról látjuk, ez az ellenfelünk igazából 7%-ban 3-bet-el, nem 3-betelt, úgyhogy az ászásztól nem félünk annyira, viszont a 10-es emellé nagyon könnyen lehet ász, de ha nincs is ász, akkor is sokkal jobb kikerülhet. Ő elpasszolja, mert azt hiszi, hogy én nyitni fogok, én folytatni fogom, és akkor biztos, hogy full stack-es a csata, hiszen 34 dollár a potban, 33 van előttem, de az elmondottak miatt szinte biztos, hogy verve vagyok, úgyhogy itt még az sem biztos, hogy ha jön a 9-es, akkor meg tudom nyerni a potot, de akkor legalább van szansom, hogy nem csak kicker, tehát nem kicker csata lesz ebből a vélhetően tízestől, ami az ellenfelünknél van. Természetesen mögé passzolunk, hiszen ha itt bármennyit beteszek, akkor be kell raknunk az egészet. Jön egy kettes, ugye hát egy flush is len lett, de duplikálódott bordon ilyenkor, pláne a kis flushök biztos, hogy nem írnak, úgyhogy a flush-től annyira nem félünk, és passz-passzba reménykedünk egy kicsit, de halott dolognak látom ezt a turn flop megadás után, én ezt halott dolognak látom, turn check raise-re készült valószínűleg, most River ennyit is látja, hogy mivel nem hívtam turnön dupla flush draw-s blordon, így pontosan azt gondolja, hogy nem lett
Tehát, hogy nincs tízesem, csak el akartam lopni a potot, és most abban bízik, hogy valami összeszedtem körből valami kis flös húzót, amivel megadom, vagy akár megadom tízessel full nélkül, kis kikerű tízessel, vagy bármilyen tízessel, ami nem adott fullt, úgyhogy rutinosan ugyan egy picit megpróbál betelni, ez soha, szinte soha nem lesz bluff, úgyhogy igazából visszatérve az előző hendhez, nem szabad ezt holdemes beidegződéssel, kapásból tartani, mert tízesünk van. Ez egész egyszerűen 10-ből 10-szer verve vagyunk ilyen helyzetben. Ott, ahol egy kicsit már magasabb, több szinten gondolkodnak, ott talán még el lehet gondolkodni azon, hogy megpróbálja kihasználni a pozíciós emelésünket, de akkor sem ilyet hívni. Itt egész egyszerűen meg is nézzük az ellenfél. Igen, láthatjuk, nézzük csak, ez egy fontos tényező. A fold to convert 60%, ami Omaha-ban elég magasnak számít. 25 eset 60%-ában eldobta a convertekre, tehát nem, pláne, és itt ugye nincs is bontva még pozíciónban, meg pozíción kívülre. Pozíción kívül most ő a 40%-ba tartozik, kizárt, hogy ezt lap nélkül tegye, és a 10-15 floppon ez szinte biztos, hogy erősebb, mint a mi lapunk, úgyhogy rövidre zárva itt is jobb, hogyha a menekülünk a potból. Én természetesen bedobtam, úgyhogy nem lesz showdown, ilyen szempontból talán nem örültök, de igazából a mondandó szempontjából lényegtelen is, hiszen majdnem biztos, hogy fullja volt, vagy jobb tízese, de inkább fullja, mert a jobb tízese talán passzpasszba elment volna, vagy betfoldolni akart volna ezzel a kicsivel, de nem hiszem. Azt hiszem, ennyit mehetünk a harmadik omahendre, az már egy kicsit érdekesebb lesz ezeknél.